történelmünkben rengeteg nagy alak szerepel, akik mind formálták az emberiség fejlődését valamilyen irányban. Természetesen minden ember megítélése relatív, hiszen például a nagyhódítók tevékenységét teljesen máshogy élte meg a hódító birodalom népe és a meghódított területeké. Ugyanakkor vannak olyan uralkodók, akiktől elvitathatatlan a legnagyobb jelző, hiszen hatalmas birodalmakat hoztak létre, növeltek tovább már addig is nagy területekkel rendelkezőket, illetve egyesítettek olyan területeket, amik addig egymással hadakozó kis államok voltak. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma bemutatok nektek 10-et a történelem legnagyobb uralkodói közül. Előre szólok, hogy a listában semmilyen fajta rangsorolás nem szerepel, illetve biztos kimaradtak olyanok, akiket első körben nagyon várnátok. Direkt nem csak a legismertebb uralkodókból állítottuk össze a mai listát, viszont ha hiányoltak valakit, legyen az közismert vagy nem, írjátok meg kommentben. Első körben utazzunk is el a távoli Japánba és vegyük végig Oda Nobunaga történetét. Oda Nobunaga 1534-ben született meg egy olyan országba, ami lényegében önmagával állt harcban. Életéből közel 30 évet azzal töltött, hogy valahogy megoldja ezt a helyzetet. Mottójává az erővel uralkodja birodalmon mondat vált, ami jól bemutatja, hogyan is próbálta egyesíteni Japánt. A csaták terén nagyon jó vezérnek bizonyult, még jelentős erőfölénnyel rendelkező csapatokat is sikerült legyőznie remek taktikáinak köszönhetően. Japánban és talán a világon is ő volt az első olyan hadvezér, aki vasból vagy egyéb fémből készült páncéllal borított hajókat küldött az ellenségeire. A szárazföldön pedig mérnökei segítségével kiszélesítette az utakat, hogy nagyobb csapatok férhessenek el rajtuk, illetve hajóhidakat építetett, hogy így könnyebb legyen a sereg mozgósítása. Emellett pedig ő volt az első olyan ember, aki szisztematikusan használta fel Japánban a Portugáliából beszállított lőfegyvereket. A büszke szamurájok persze nem használták ezeket, de a parasztok kezében halálos fegyverek voltak a puskák, pláne a remek taktika miatt. Ugyanis a parasztok soronként felváltva töltötték újra a fegyvereket, tartottak célra és lőttek. Így az akkor használt muskéták fő hátrányát, a hosszú újratöltési időt szépen küszöbölte ki Oda Nobunaga, akinek 1568-ban sikerült elfoglalni a Kiotót, és később Japán nagy részét is sikerült meghódítania. Életét 1582-ben veszítette el, amikor Japán nyugati része felé vette az irányt, hogy ezeket a területeket is meghódítsa, de ekkor az árulóvá vált szövetségesei egy templomban körbevették és meggyilkolták. A nagy római uralkodó Julius Caesar neve mindenkinek ismerősen csenghet. Gyakran hibásan az első római császárként emlegetik őt, mivel ő indította el az átalakulás folyamatát, ami véget vetett a római köztársaságnak, és létrehozta a császárság intézményét, ami az új és erős római birodalom kialakulásához vezetett. Viszont ő maga nem volt császár. Egy leleményes katonai vezető volt, aki nem csak a csatatéren volt rendkívül eszes és gyors, hanem a birodalom kibővítésének tervezésén is dolgozott. Caesar volt a történelmünk egyik legjobb hadvezére, mi se bizonyítja ezt jobban, mint hogy sikerült szinte egész Nyugat-Európát meghódítania. Ezek közül a legnagyobb teljesítménye a kifejezetten nehéz vállalkozásnak bizonyuló Gallia meghódítása volt. Ezen felül legyőzte riválisait egy polgárháborúban, aminek következtében ő lett a római birodalom diktátora. Ezt a pozíciót tartotta egészen az élete végéig. Caesart rengetegen tisztelték és követték, de mégse sikerült minden ellenségét legyőznie vagy éppen maga mellé állítania, ami a római birodalom embereinek az egyeduralmi rendszerekkel, főleg a királysággal szembeni ellenszenve miatt volt lehetetlen. Időszámításunk előtt 44-ben egy merénylet által halt meg, amelyben a saját fogadott fia is részt vett. Innen származik a híres mondás, te is fiam Brutus. Minden összeesküvő egyszer megszúrta őt, így közösen vállalták a merénylet terhét. Az eredetileg Temujin néven született mongol harcos és uralkodó Genghis Khan hozta létre a világ történelmének második legnagyobb birodalmát, a mongol birodalmat. A szövetségeseivel nagylelkű uralkodó ellenségei szemében kegyetlen volt. 1206 és 1227 között katonáival végig küzdötték magukat egész Észak-Kelet-Ázsián, lemészárolva minden törzset, aki ez alatt az útjukat állta. 21 éves uralkodása során megállíthatatlanul terjesztette ki birodalma határait és igazi vérfürdőt, illetve több millió halottat hagyott maga után, miközben csapataival elfoglalta Ázsia és Európa nagy részét. Történészek becslései szerint az áldozatok száma valahol 38 és 40 millió között lehet.
kutatások azt bizonyították, hogy csak a kínai hódításai következtében több millióval visszaesett a lakosság száma. Sőt, a mongol birodalom terjeszkedése az egész világ akkori lakosságának több mint 10%-ával végzett. Ez a példanélküli terjeszkedés azonban a mongol kultúra modernizálását is eredményezte, ami lényegesen több területre, az eredeti határokon kívülre is eljutott. Például a mongol birodalom modernizációja következtében jutott el Európába a papír, a háromszög formájú eke, vagy éppen a puskapor, ami mind kínai találmány. Dzsingisz Kán bizonyos szempontból toleránsnak is nevezhető, mivel teljes vallási szabadságot adott az embereknek egészen addig, amíg azok befizették a rájuk kiszabott adókat. A kínai birodalom legelső uralkodója, Qin Shi Huangti mindössze 13 éves korában örökölte meg az akkor még kis terület uralmára kiterjedő trónt, mégis rendkívüli eredményeket ért el uralkodása alatt. Többek között 9 év alatt sikeresen meghódította Kína különböző területeit, majd sikeresen egyesítette azokat egyetlen birodalomban. Bürokráciát és egy jól működő adózási rendszert hozott létre, valamint súlyokat és mérőeszközöket is szabványosított. Emellett egy büntetőrendszert is kialakított, ami törvényszegés esetén kegyetlen következményekkel járt. Az uralkodót 2 megbízható minisztere segítette mindezek megvalósításában, akik mindketten nagy szerepet játszottak ebben a központosított birodalomban. A kormány felépítése annyira sikeresnek bizonyult, hogy amikor az uralkodó 49 éves korában meghalt, a miniszterek még 4 évig ezt a rendszert alkalmazva irányították a teljes birodalmat. Méghozzá anélkül, hogy az emberek tudtára adták volna, hogy Qin Shi Huangti meghalt. Mindezek ellenére Kína első császára talán arról a legismertebb a világon, hogy sírját a terrakotta hadsereg őrzi. Ez több mint 8000 életnagyságú agyagbábút jelent, amihez 600 ló és 130 szekér is készült. A nemesi családból származó Kurusz időszámításunk előtt 546-ban vált a Perzsa birodalom uralkodójává, miután elfoglalta, majd egyesítette a Méd birodalom és a Nyugat-Ázsiában található Lüdia területét. Mindössze 7 évvel később legyőzte a babilóniakat is, és felszabadította a zsidókat a fogságukból. Ezután hozta létre az emberi jogok első változatának tekintett iratot, ami egészen a mai napig megtekinthető a British Múzeumban. Második Kurusz király legyőzhetetlennek bizonyult a csatatéren. A legnagyobb teljesítménye a birodalom kiterjesztése lett, amely hosszú évek eredménye volt. Korábban senki se rendelkezett ennél nagyobb területtel. A Perzsa birodalom uralkodása alatt 3 kontinensre terjedt át, és Indiától egészen Görögországig foglalt magába területeket. Második Kurusz időszámításunk előtt 530-ban halt meg, de befolyása ezután még nagyon sok ideig fennmaradt az általa kialakított infrastruktúrán keresztül. Julius Caesar halála után távoli unokaöccse Augustus lett kinevezve konzulnak Rómában. Az eredetileg Gaius Octavius néven született férfi a szenátustól kapta az Augustus megnevezést, ami azt jelenti emelkedett. Ő alkotta meg a második triumvirátust Marcus Aemilius Lepidusszal és Marcus Antoniusszal, akikkel együtt ezrek megölésével biztosították a hatalmukat Rómában. Ezek között voltak például Caesar merénylői is. Nevét Julius Caesar előtti tisztelgése jeléül Gaius Julius Caesarra módosította, ezzel alapozva meg a Caesar, vagyis a császár uralkodói megnevezést, ami ezt követően több mint 2000 évig fennállt a világban. Annak ellenére, hogy a csatatéren nem bizonyult túl sikeresnek, uralkodása alatt jelentősen megnőtt a birodalom területe. Ekkora terjedtek ki a római birodalom határai Pannóniára is, de uralkodása alatt magába foglalta a mai Horvátországot és Egyiptomot is, amivel több területet szerzett Rómának, mint maga Caesar. Ezért pedig nagyon tisztelték őt az emberek. Első Akbar mogul sá mindössze 13 évesen vált India uralkodójává, harmadikként a mogul dinasztiából. 63 éven keresztül uralkodott és végig nagy népszerűségnek örvendett. Nagy dolgokat ért el uralkodása alatt, trónra lépése után mindössze 2 évtized alatt meghódította Közép- és Észak-Indiát is. Kiváló hadvezér volt és nagyon intelligens ember. Emellett pedig mindig tisztességes és méltányos volt a csatatéren. Néhány újítást is bevezetett, ilyen volt például a harci elefántok bevetése, hengeres rakéták és ágyuk használata. Így jött létre a legyőzhetetlen mogul hadsereg. Az egyik legfontosabb tulajdonságának mégis liberális vallási nézetei számítottak. Annak ellenére, hogy muszlim volt, egyszer se engedte, hogy a vallás probléma legyen az igazságszolgáltatás terén. A kultúra iránt is érdeklődött és festeni is szeretett, ami palotájának falain meg is látszott.
Ettől függetlenül mégiscsak remek hadvezéri képességei tették minden idők legnépszerűbb indiai uralkodójává. A Tudor dinasztiából származó első Erzsébet királynő 1558-ban lépett az angol és ír trónra. Amikor még csak 2,5 éves volt, édesanyját kivégezték, őt pedig törvénytelen gyermeknek nevezték, így a kezdetekben nem volt túl könnyű dolga. Viszont ennek ellenére kiváló uralkodó vált belőle, aki mindig is törődött a népével. Akkoriban Erzsébet volt az egyetlen olyan női uralkodó, aki bármilyen férfi segítsége nélkül irányított egy egész királyságot, így sokak számára példaképpé vált. Mivel egészen halála napjáig nem ment férjhez, a becenevei között szerepelt a The Virgin Queen, vagyis a szűz királynő megnevezés is. Az ő nevéhez köthető az angol protestáns egyház megalapítása is, mégis amiről az egyik legismertebb, az az irodalom, pontosabban a dráma műfajának elterjesztése. Az Erzsébet kornak nevezett időszakban fejlődött a legjobban az irodalom Britanniában olyan nagy nevek vezetésével, mint például Shakespeare. Napóleon egy francia tábornok és hadvezér volt, majd később császár a 18. században. Rengeteg sikeres hadjáratot vezetett a világ több pontján is, például Olaszország és Egyiptom területén. Miután az 1700-as évek végén visszatért Párizsba, Franciaország politikai helyzete már változóban volt, és az aktuális kormány kezdte elveszíteni hatalmát, Napóleon pedig kihasználta a helyzetet. Szövetségeseivel, köztük testvérével Luciennel egy új kormányt hoztak létre, amely a konzulátus nevet kapta. Önmagának adta az első konzuli címet, és az ezzel járó hatalom lényegében Franciaország diktátorává tette őt. Számos kormányzati reformot indítványozott, az egyik legfontosabb ezek között a híres napóleoni kódex volt, amely nagyban megváltoztatta a francia kormányt. A gazdaságot is fejlesztette többek között új utak építésével és új vállalatok beindításának bátorításával. Támogatta az oktatást is, és újra a katolikus vallást tette meg a francia állam hivatalos vallásává, ugyanakkor vallási szabadságot adott az embereknek. Napóleont 1804-ben koronázták meg Franciaország első császáraként, viszont nem engedte, hogy a pápa a fejére tegye a koronát, ehelyett önmagát koronázta meg. Európában sokáig a béke mellett tette le a voksát, viszont terjeszkedése okán viszonylag hamar háborúba került Britanniával, a Habsburg birodalommal, illetve az orosz birodalommal is. 1805-ben fölényes győzelmet aratott az osztrák és orosz hadsereg ellen az Austerlitz-i csatában, ezt követően pedig tovább növelte a francia birodalom területét. 1811-re Spanyolországtól egészen Oroszországig terjedt birodalmának európai területe. Első Napóleon császár 1821-ben számüzetésben halt meg, valószínűleg gyomorrákban. A híres Attila 434-ben, más források szerint 444-ben vált a hunok vezérévé, és 453-ig tartó uralkodása alatt több mindent sikerült elérnie, mint elődeinek összesen. Ez alatt rengeteg területet megtámadott, és Európában sikerült meghódítania a mai Magyarország, Németország és Románia területeit is. Hódításait megkönnyítette, hogy színre lépésekor a római birodalom már a hanyatló korszakába lépett, és sokkal gyengébb volt, mint korábban bármikor. Az inváziók során Attila és hunjai teljes terrorban tudták így tartani a római birodalom lakosságát. Attila képzett lovasi stratéga volt, aki rendíthetetlen harcosokká változtatta embereit, és aki uralkodása alatt mindvégig kihívó fél nélkül maradt. Harci taktikái közé tartozott egyes faluk megtámadása és néha azok porig égetése. A hunok, amerre csak jártak, pusztítást hagytak maguk mögött, könyörtelenek voltak ellenségeikkel szemben. Egy olasz városban, Aquileában például akkora pusztítást végeztek, hogy az ember még azt se tudta volna megmondani, hogy ott valaha egy város állt. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legfrissebb tartalmakról.